hogy mennyibe kerül vlogolni. Lássuk, milyen költségekkel jár az, hogyha elkezdesz gyártani videókat a YouTube-ra. Nyilván persze ez attól is függ, hogy milyen témába kezded a vlogolást. Hogyha van specifikus témát, például az elektronikákat, elektronikus cuccokat szeretnél bemutatni a csatornádon, érdemes találni rá egy szponzort, egy céget, aki rendelkezésedre bocsátja ezeket a... Elég sok dologra lehet költeni. Viszont ha találsz jó szponzorációkat, jó szponzorokat, akkor radikálisan le tudod csökkenteni ezeket a költségeidet. Az én véleményem szerint nem számít az, hogy milyen kamerával kezded el a vlogolást. Mindenkinek a zsebében ott lapul már ez a kis okostelefon, amin olyan elképesztő kamera van, ami 4K-t is tud. Amit ez a kamera, amivel éppen most felveszek, még nem tud. De ha komolyan gondolod a vlogger, illetve komolyan gondolod azt, hogy videókat csinálsz YouTube-ra, bármilyenféle témában, akkor érdemes befektetni egy jobb minőségű kamerára. De még egyszer elmondom, az senkit se gátoljon meg abba, hogy elkezdjen vlogolni, hogy nincs megfelelő kamerája például a vlogoláshoz. Ha jó a sztorid, jó az ötleted, amit videóra veszel, akkor a közönséged biztosan, hogy meg fogja bocsátani esetleg a rosszabb minőséget. Ne az legyen az első dolog, hogy a kamerán, mert nem a kamerádon fog múlni az, hogy sikeres leszel vagy nem, hanem azon az ötleten, amit kitalálsz. A kamera az csak egy különleges adalék hozzá, hogy még jobban, még színvonalasabb dolgot hozzá létre. Láttatok már hangyakolóniát közelről? Most megnézhetitek. De lényegében ahhoz, hogy elkezdjél vlogolni, a befektetés ennyi. Nem kell hozzá befektetni, főleg a kezdetekben. Amire feltétlenül szükséged lesz, az a kamera. Nyilván egy jó minőségű kamera, egy jó minőségű mikrofon, hogy jó legyen a hang. Sajnos a beépített mikrofonok annyira minőségűek, azok nem egészen alkalmasak arra, hogy minőségi hangot lehessen velük felvenni. Az elmúlt egy hétben sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a vlog további sorsa. Tartsam ezt a napi vlogolást, vagy szakítsam meg az unalmas mindennapokat, és készítsek, mit tudom én, hetente egy videót, vagy két hetente egy videót. Annak idején megígértem magamnak is, hogy minden nap fogok feltölteni egy videót, teljesen mindegy, hogy mi történik. Nem tudom, nehéz, néha elég nehéz dolog kitalálni valami olyat, amit érdemes levideózni, és sokszor van úgy, illetve sokszor érzem úgy, hogy ez tényleg tök unalmas, mint az állat, de mégis muszáj valamit kialakítani az adott napból, az adott felvételekből, hogy szülessen belőlük egy videó. Mivel ugye megígértem, hogy minden nap töltök fel egy videót. Úgyhogy ez a kérdés ezekben a percekben is ott motoszkál mindig a fejemben, hogy most mi legyen. De valahol legbelül úgy érzem, hogy nem fogok ezen változtatni, úgyhogy maradnak a napi vlogok. Teljesen mindegy, hogy mennyire unalmas, vagy mennyire nem unalmas. Hiszen, hogyha ezt megtörném, akkor valahol úgy érezném, hogy feladtam. De feladni nem szeretek dolgokat, szeretnék végigvinni ezt a dolgot, amiben belekezdtem. Meg most már itt azért egy picivel többről is van szó, mint saját magam. Itt azért van 160 körüli, remélem, nem tudom, már nem néztem. Most próbálom egyébként magamat leszoktatni arról, hogy nézegessem állandóan ezeket a feliratkozásokat, illetve leiratkozásokat. Itt azért már van egy kialakult közösség. Teljesen mindegy, hogy ez a közösség ekkora ilyen pici, vagy nagy. Teljesen mindegy. Itt emberekről van szó, akinek a mindennapjába úgymond beleépülsz. Ki a WC-n nézi, ki a reggeli kávé közben. Nem adom fel, úgyhogy maradnak a napi vlogok. Mondom, szeretnék itt egy közösséget építeni. Wow! Nem tudom, látjátok, hogy hol vagyok. Illetve én kívül vagyok, de a kamera belül van. Kicsit lehet, hogy érdekes lesz itt a hangzás. Amit akartam mondani az, hogy szeretnék a csatornámon egy jó kis közösséget építeni. Ezért arra kérlek benneteket, hogyha egy-egy videónál, egy-egy vlog résznél felmerül bennetek egy kérdés, akkor azt nyugodtan írjátok meg a videó alá kommentbe. Elég sokáig le kell tekerni az oldal legaljára, és ott lesz a kommentelési lehetőség. Írjátok meg a kérdéseiteket. Én nagyon szeretnék rájuk válaszolni, illetve kíváncsi vagyok, hogy mi jár a fejetekben, illetve hogyha van köztetek olyan, aki vlogoláson töri a fejét, vagy kezdő vlogger esetleg, akkor
osszuk meg egymás tapasztalatait, hiszen én is egy kezdő vlogger vagyok. Ennyi lett volna a mai vlog, köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm az időtöket, tényleg, hogy időt szántatok rá, hogy megnézzétek a mai részt is. Ha tetszik a vlog és szeretnétek követni, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap töltök fel egy új videót. Igen, ennyi, találkozunk holnap. Én most forgatom a Pózolj pénzzel című részt. Hehehehe